A permetezőgépeknél a permetli szórófejekhez továbbítását, valamint a porlasztáshoz szükséges nyomás előállítását a permetli szivattyú végzi. A cseppképzési módtól, a gép rendszerétől, valamint teljesítményétől függően a szivattyúknak különböző követelményeknek kell megfelelniük. Például tartaniuk kell a cseppképzési rendszernek megfelelő nyomást, teljesítményüknek a működtetési teljesítményhez kell igazodniuk, és korrózióállóknak kell lenniük. Sokféle igény kielégítésére számos szivattyú típus alakult ki. Ezek közül a membrános, a dugattyús, a lapátos, a görgős, a fogaskerék és a centrifugál szivattyúk terjedtek el szélesebb körben. A membrán szivattyúk alapvető előnye az egyéb térfogat kiszorításos elven működő szivattyúkkal szemben, hogy a szállított folyadék csak a gumi vagy műanyag membránok felületével és a szelepekkel érintkezik. A szivattyúnak tehát nincs olyan surlódó alkatrésze, amelyet a szuszpenzió vagy szennyező anyag koptathatna. A szívócsövön a szivattyúházban áramló folyadék a szívó szelepeken átkerül a szivattyú térbe. A szivattyútér térfogatát változtató rugalmas membrán közvetlenül a hajtókar, illetve dugattyú vagy keresztfejjel esetleg kulisszával vezetett dugattyú mozgatja. Eközben a szivattyúházban periodikus szívás, illetve nyomás jön létre. A szivattyú lehet 2-6 membrános kivitelű 10-től 190 köbdeciméter per perc térfogatárammal, 0,5-től 1,5 megapaszkál nyomással. A közvetítő folyadékos membrán szivattyú membránjának teljes felületét mindkét oldalról folyadéknyomás terheli. Igénybevétele lényegesen kisebb a közvetítő folyadék rendszerint olaj, amelyre nyomóütemben a dugattyú nyomást gyakorol, az pedig a membránt működteti. Mivel a membrán szivattyú csak a nyomóütem alatt szállít folyadékot a lüktetés kiegyenlítésére, légüstöt alkalmaznak. Az ebben levő rugalmas légpárna egyenlíti ki a szakaszos folyadékszállítás miatt bekövetkező nyomás ingadozást. A dugattyú szivattyú a legelterjedtebben alkalmazott permetlé szivattyú. Előnye, hogy az elérhető teljesítmény és az elérhető nyomás lényegesen nagyobb, mint a membrán szivattyúnál. Különböző szerkezetű, egy vagy több hengeres változatait alkalmazzák nagy folyadéknyomások előállítására. A traktor előleadó tengelycsonkjáról meghajtott szivattyúnál a tengely forgómozgását forgattyús tengely, a hajtókar majd a vezető dugattyú alakítja át egyenes vonalú mozgássá. A dugattyú mozgása következtében nő vagy csökken a szivattyú tér, amikor is szívás vagy nyomás lép föl. Szívás esetén nyílik a szívószelep, a folyadék a szivattyú térbe áramlik. A nyomás ütem kezdetén a szívószelep zár. A folyadék a nyomószelepen keresztül egy nyomás alatt lévő térbe, majd a nyomócsövekbe áramlik. A dugattyús szivattyúk általában 150-250 percenkénti fordulatszámon működnek, jó hatásfokkal és üzembiztosan. A lüktető folyadékáramlás egyenletessé tételére a nyomóvezetékbe épített légüst szolgál. A permetlé nyomás 2-től 6 megapaszkál között szabályozható, a szállítási teljesítmény 150-240 köbdeciméter per perc között változik. A dugattyúk anyaga lehet bőr vagy gumi. A dugattyús szivattyúk hátránya, hogy a dugattyúk a nagy igénybevétel miatt erősen kopnak. A lapátos szivattyúknál két alapvető változat ismert, a hajlékony lapátos és a mozgó lapátos permetlé szivattyú. A hajlékony lapátos szivattyú gumilapátokkal felszerelt forgó része egy körtől eltérő keresztmetszetű térben forog. Ezáltal a forgó rész lapátjai és az álló rész fal által határolt tér térfogata változik. A bővülő térben keletkező szívás hatására a permetlé beáramlik a szivattyúba. A forgó rész továbbforgása közben az álló rész falának támaszkodó lapátok behajlanak, a szűkülő térben megnövekedő nyomás a permetlét a nyomóvezetékbe továbbítja.
A mozgólapát összivattyúnál a körkeresztmetszetű álló részben excentrikusan helyezkedik el a forgórész. A forgórész sugár irányú hornyaiba illesztett merev lapátokat forgás közben fellépő centrifugális erő és a rugók szorítják az álló részfalához. A lapátok közötti tér változása és a permetlé továbbítása a hajlékony lapátos szivattyúnál ismertetett módon megy végbe. A lapátos szivattyúk előnye, hogy szerkezetük egyszerű. Hátrányuk, hogy az elérhető nyomás csak 0,3-tól 0,6 megapaszkálig terjed, így csak kombinált porlasztású gépeknél nem koptató hatású vegyszerek kijuttatására alkalmazható. Szárazon nem üzemeltethetők, mert a lapátok hűtés hiány a surlódási hőtől fölmelegedve tönkre mennek. A görgő szivattyúk álló és forgó részből állnak. Az álló rész hengerénél 6-10 mm-rel kisebb átmérőjű forgó rész kerületén 6-8 horony van. A hornyokban szabad mozgású görgők vannak. A görgők vastag poliamid, nylon vagy polidien buna réteggel bevont acélhengerek. A forgórész tengelye két oldalt a zárófedelekbe az állórész huratának tengelyvonalához excentrikusan golyós csapágyakkal van csapágyazva. A forgórész gyors forgása következtében a centripetális erő hatására a görgők a hornyokból kiemelkedve az állórész falához nyomódnak. Két görgő és az állórész között elfordulás közben bővülő szívótér jön létre, amely a szívócsonkon keresztül megtelik permetlével. Továbbfordulva a görgők és a hengertér közötti tér csökken, és a permetlé megnövelt nyomással a nyomócsonkhoz áramlik. A szivattyúnál a forgórész minden fordulata során annyiszor lép föl szívás, illetve nyomás. Ahány görgő van a forgórészben, a nyomás ingadozás csak igen kismértékű. Az üzemi nyomás 0,2-0,4 megapaszkál értéken biztosítható, a szállított folyadék mennyisége pedig 25-től 75 köbdeciméter között változik percenként. A görgők erős koptató hatásnak vannak kitéve, megmunkálásuktól, ellenálló képességüktől nagy mértékben függ a nyomás és a szállítási teljesítmény. A megfelelő illesztéssel készült fogaskerék szintén alkalmas a folyadék továbbítására. A forgókerekek a fogaskerékház és a fogak által határolt térben magukkal viszik a folyadékot, majd a másik oldalon a fogak egymásba kapcsolása következtében kiszorítják. Így módon az egyik oldalon állandó szívás, a másik oldalon nyomás jön létre. Egyszerű fogaskerék szivattyúkkal 0,6-től 1,1 megapaszkál nyomás hozható létre. Különlegesen finom megmunkálással és illesztéssel 3-tól 10 megapaszkál nyomás előállítására képes fogaskerék szivattyú is készül. A fogaskerék szivattyú előnye a kisméret, a szerkezeti egyszerűség és az üzembiztosság. Hátránya, hogy a pontosan illesztett felületek kismértékű kopása folytán is csökken az előállítható nyomás. A fogaskerék szivattyúkhoz hasonló elven működik a speciális ékes szivattyú, ahol a forgórészbe behelyezett ékek kényszerítik mozgásra a folyadékot. A centrifugál szivattyú működési elve eltér az eddig megismert szivattyú típusok működési elvétől. Az előző megoldásoknál a folyadék nyomását a folyadékkal megtöltött tér szűkítésével növelik. Ezekkel ellentétben a centrifugál szivattyú a lapátkerék forgása közben forgó mozgásra kényszeríti a lapátok közötti folyadékot, ezzel növeli annak mozgási energiáját. A lapátkerékben forgó folyadék a centripetális erő hatására a lapátkereket körülvevő álló részbe áramlik. A permetlé a tengely irányában elhelyezett szívócsonkon áramlik be, a lapátkerék homlokfalán kialakított szívótorokba. A lapátkerék hátfala a tengelyhez van rögzítve. A lapátkerék forgása közben a szívótorok és a lapátkerék palástján levő rés között a már említett centripetális erő hatására nyomáskülönbség és nagysebességű áramlás keletkezik.
A Csigár csatornájának keresztmetszete fokozatosan bővül, így a forgó részből nagy sebességgel kilépő folyadék sebessége csökken. A sebesség csökkenésekor a folyadékáram mozgási energiája is csökken, ennek következtében növekszik a nyomása. A megnövelt nyomású folyadék a nyomócsonkon áramlik ki. A centrifugál szivattyú jellemző tulajdonsága, hogy a nyomás növelésével rohamosan csökken az időegység alatt továbbított permetlé mennyisége. Az oldalt csatornás periférikus permetlé szivattyú átmenetet képez a centrifugál és a térfogat kiszorításos szivattyú között. A járókerék radiális lapátozású homlokfelülete kis réssel illeszkedik a szivattyúház és a szivattyú fedél homlokfelületéhez. A járókerék lapát koszorúja egy megfelelően kialakított spirálcsatornába nyúlik, amelynek keresztmetszete állandó, de nem szimmetrikus a járókerék síkjára. A spirálcsatornát az úgynevezett gát osztja két részre. A folyadék a szívócsonkon a járókerék síkjához viszonyítva 20 fokos szög alatt lép be a szivattyú munkaterébe közvetlenül a gát után. A munkatérben a járókerék 320 fokos szögben körülforgatva magával viszi a folyadékot és közben átpréseli a szivattyú fedél felüli oldalra. A folyadék a gát előtt lép ki a szivattyúból, a járókerék síkjához viszonyított 28 fokos szögben elhelyezett nyomócsonkon. A szivattyúval nagyobb nyomás érhető el a centrifugál szivattyúhoz viszonyítva, kopásállósága jó, teljesítménye nagy, hatásfoka kicsi. A tömlős vagy perisztraartikus szivattyú speciális adagoló szivattyú. A hengergörgők fordulatszámával szabályozható a tömlőből felületi nyomással kiszorított folyadék mennyisége azonos tömlő átmérő mellett.